Ennek a Star Warsból ismert droidnak, BB-8-nek a másolata a Nyíregyházi Egyetem élménylaborjában készült. A helység kialakítása része volt a Junior Engineer Education programnak, vagyis a JEEP-nek. A projekt kiemelt célja az volt, hogy felhívják a diákok figyelmét a műszaki, mérnöki és a természettudományos életpálya által nyújtott lehetőségekre, mindezt egy nagy Európai Uniós program részeként. A pályázat az egy több mint 100 millió forintos keretösszegű pályázat volt, közel 3 éven át zajlott, picit meg is kellett hosszabbítanunk ugye a járványhelyzet miatt, és hát itt a végén egy picit át kellett gondolnunk azokat a formákat, hogy hogyan érjük el a hallgatókat, hiszen amíg korábban a személyes megkeresések, ezek a bizonyos foglalkozások lehetőséget adtak a személyes találkozásokra, az utóbbi időben egy picit az online térbe kellett áthelyeznünk ezeket a foglalkozásokat is, illetve a megkereséseket is, de pont emiatt új lehetőségeket is találtunk, amelyekre korábban nem is gondoltunk, hogy adott esetben ilyen hatékonyak tudnak lenni. Ilyenek voltak az online készségfejlesztő előadások és a szakmai játékos applikációk fejlesztése. Amikor lehetőség volt rá, személyesen is kapcsolatot teremtettek a diákokkal szakmai napok, roadshow-k, kutatóhelyi nyílt napok, gyár és üzemlátogatások keretében. A program pedig sikeresnek bizonyult. 4500 fiatalt sikerült megérintenünk. A programjainkkal eljutottunk a középiskolába, több mint 30 középiskolába. De az is nagyon fontos volt, hogy innen ezekből a legfőbbképpen a régió középiskoláiból ellátogassanak az egyetemünkre ezek a fiatalok, hiszen nem messze van tőlük a továbbtanulást, a pályakezdést jelenthetik számukra. És nagyon fontos volt, hogy a programjainkkal megmutassuk azt, hogy mit kínál a Nyíregyházi Egyetem, milyen szakokat és milyen környezetben, milyen oktatókkal és milyen hallgatókkal. 2017 óta, ha nem is nagy százalékban, de folyamatosan emelkedett a programban kiemelt szakokra jelentkezett hallgatók száma, hangsúlyozta a JEEP szakmai vezetője. Hozzátette, ez a 2021-es jelentkezés során kicsit visszaesett a pandémia miatt, de ez jól mutatja azt is, hogy mennyire fontos a személyes találkozás a diákokkal.